És Tokmiai és Szalcer Erzsébettel beszélgettünk az elmúlt egy évről. Már az is egy hatalmas, egy nagy eredmény, hogy a városkánk zavartalan működését, a közszolgáltatásokat biztosítani tudtuk. Az önkormányzatoknak és így Hajósnak is a fejlődési lehetőségeket a nyitva álló pályázatok biztosítják. Mi is több pályázaton indultunk, illetőleg Hajós érintett a Magyar Falu programban is, hiszen 5000 lélekszám alatti település vagyunk, úgyhogy érünk a Magyar Falu program által kijött pályázatokat a lehetőségekkel is. Rögtön az idei év elején a Szigeti főutcában az egyik parkunkban egy sportparkot adtunk át. Ennek a kivitelezési előmunkálatai még az elmúlt év decemberében kezdődtek, de maga a sportpark az idén januárban került átadásra. Ezeket a szabadtéri tornaeszközöket kicsik és nagyok nagy-nagy érdeklődéssel fogadták, és azóta is szívesen használják. A Felsőbácska Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozunk, közismertebb nevén ez a Reader közösség. Innen már a korábbi években 5 millió forintot nyertünk a köztemetőnkben álló és annak az arculatát, hangulatát meghatározó régi ravatalozó épületünkre, amelyet már nem használunk ravatalozóként. Ez az úgynevezett a köznyelvben Gallina kápolnának nevezett épület, amely nagyon szép és impozáns, és ennek az oldalfalán található az első világháborús őseink névsorát tartalmazó emléktábla. Én nagyon örülök annak, hogy ezt a kis kápolnát is fel tudtuk kívülbelül újítani. Régen volt benne 6 festmény, amely visszakerült az eredeti helyére. Ez ugyan kisebb értékű beruházás volt, de mégis mindannyian nagyon szívesen fogadták a hajósiak, hiszen ez egy jellegzetes épületünk. Az egyik legnagyobb beruházás az új ivóvízkút volt. Nagyon fontos a városunk közellátása szempontjából az, hogy új ivóvízkút kialakítására, megfúrására, létesítésére került sor a Munkácsi utcában. Hajós önálló víznyerő utakkal rendelkezik, innen biztosítja a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. A városunk ivóvízellátását, és jelezték, hogy az egyik kutunk már olyan mértékben előregedett és elavult, hogy nem javítható gazdaságosan, és ezért az ellátás hosszabb távú biztonságossága érdekében új kút fúrását javasolták. Én a belügyminisztériumhoz fordultam, a belügyminiszter úrhoz fordultam külön kéréssel, és Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk közben járására a miniszter úr 25 millió forintot biztosított ennek a beruházásnak az elvégzéséhez. Pár a jövővel kapcsolatos gondolatot is megosztott velünk a polgármester. Számtalan pályázati lehetőség van nyitva. De most az év utolsó napjaiban már azzal foglalkoznak a kollégáim, és azzal foglalkozom én magam is, hogy a jövő esztendőben milyen tennivalóink vannak. Úgyhogy jó néhány nyertes pályázat van már a birtokunkban, és néhány pályázati benyújtásra alkalmas terv is lapul a fiókokban.